A természet szépségeit láthatjuk a fényképeken. Daróczi Csaba világhírű fotós ezúttal a kedvenc képeit mutatja be a Kiskunhalasi Művelődési Házban. A képek olyan szemszögből láthatják a természet egy-egy csodáját, amire mi magunk talán fel sem figyelnénk. A kedvenc képek az, amit rá tudnék húzni erre a kiállításra, ugyanis próbáltam úgy válogatni, hogy a személyes kedvenc képeim legyenek, illetve hát kicsit közönségbarát képek legyenek, ugyanis azt tapasztalom, hogy mondjuk a gyerekeit éppen szabadon engedő pók családról azért kevesebben örülnek az ilyen képeknek, és próbáltam egy kicsit a szépségét bemutatni a természetnek, és nem azt az oldalát, ami sokszor kegyetlen. Az embernek évek alatt kialakul egy látásmódja, és próbál ezen a szemüvegen keresztül láttatni, úgyhogy én nekem ilyen a látásmódom, én is így tudom bemutatni a természetet. Mindegyik kedves, tehát nem tudok igazából választani közülük, egyik ezért, másik azért, valamiért nagyon sokat dolgoztam, valamiért csak le kellett hajolnom, úgyhogy igazából nincs ez, mindet tudom vállalni. A kiállítást a szintén fotós Szabadkáról érkezett Radomir Péri Rásó nyitotta meg. Mint mondta, figyelemmel kíséri Daróczi Csaba munkáit, de személyesen most találkoztak először. Örülök nagyon, hogy itt vagyok Halason most veletek. Szabadkáról jövök, Radomir Péri Rásó a nevem. Foglalkozok fotókkal, mind a barátom a Daróczi munkával, ami ő is csinálja. Az, ami legfontosabb, ez a nap nekem nagyon sokat az életemben is, nagyon sokat ér, mert ilyesmit olyan, ilyen nagy fotóművésznek, ilyesmibe lenni, kinyitni is ilyen kiállítást, ez nekem sokat ér. A kiváló természetfotókhoz fontos a kitartás, de időnként jól jön a szerencse is. Néha pár perc is elég, az megvan az a fotó, nagyon jó fotó is, de sokszor, hát elmúlik pár év is, mikor hogy megvan az a komoly fotó, hogy avval lehet dicsekedni. Mindig valami fotót lehet csinálni, de a fotósnál abban van, hogy nincs annak a vége, na most ez a fotó a legjobb, ettől nincs jobb, holnap biztos, hogy van. Az valami, amit az embert húzza mindig ki a természetbe, nappal, este, késő este, hajnalba, hogy minél jobbat mindig csinálni. Daróczi Csaba egyből rangos elismerésekkel, sikerekkel kezdte a 2024-es esztendőt, az év makrofotósa lett. Nagyon nagy elismerést sikerült az idén, január, most a múlt héten nyernem. Ugyanis én lettem a világban az év makrofotósa, egy angol kiírású pályázatnak a fődíját sikerült elnyernem, plusz még két első díjat is ezen a kategórián, és hát ilyen még nem volt ott ennek a pályázatnak a történetében, úgyhogy hát nagyon örültem neki. Daróczi Csaba már dolgozik a következő fotókon, hogy újabb képeken tárhassa elénk a körülöttünk lévő világ csodáit. Ezek is nagyon jól esnek, amikor nyer az ember. Inkább az élményeket keresem, tehát én szeretném azt, hogy élményekben gazdag év legyen, és olyan témákat találjak, amiknek a kidolgozása, vagy feldolgozása, vagy fotózása közben nagy élményeket, nagy tapasztalatokat tudok szerezni, és ha mellékesen születik egy jó kép, azért az se baj. Gondolom, akkor a tarsonyban már vannak témák, elképzelések, hogy mi az, amit idén mindenképpen jó lenne megvalósítani? Hogyne, már el is kezdődött, tehát volt egy komolyabb projektem most, illetve még mindig folyik. Egy nyestet találtam az egyik erdőben, így az csak éjszaka jár az állat, és hát ez különös nagy kihívás, hogy ezt éjszaka a csillagos éggel, egy gyönyörű szép erdei környezetbe le tudjam fotózni. Hát néhány vállalható kép van már, de azért még dolgozom rajta.